Berg Judit, Agócs Íris, Maszat játszik. Maszat a játszótérem. Ma motorral megyek a játszótérre, mondta reggel Hóc-Hócnak Maszat. Én leszek a leggyorsabb. Elindultak. Maszat tényleg nagyon gyors volt. Olyan gyors volt, hogy megelőzte Tigriskét, a szomszéd bácsit, a kukás autót, végül egy igazi motorost is. Én vagyok a leggyorsabb, kiabált Maszat, és egyre gyorsabban hajtotta magát. Hóc-Hóc alig győzött kapaszkodni. A játszótéren már ott voltak Maszat barátai, Sári és Misi. Maszat nekik is elmesélte. Ma én vagyok a leggyorsabb. Először a csúszdára másztak fel. Olyan gyorsan csúsztak le rajta, mint a szél. Utána mászók a következett. Ez a mi vonatunk. Senki sem éri utól, kiabált Misi. Később várat építettek. Ez a vár épül a leggyorsabban, nevettek a gyerekek. Hóc-Hóc zászlót készített falevélből. Mire elkészült a vár, mindenki megéhezett. Sári gondolt egyet, és felült Maszat motorjára. Motorozom egyet! Maszat észrevette. Nem adom, az én motorom! Vigyázok rá, ígérte Sári. Nem, 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 add vissza, én megyek vele! Légy jó szívű, Maszat, kérte Hóc-Hóc. De hiába. Maszat ráült a motorra, úgy majszolta az almát. Aztán kedve támadt lovagolni. Felpattant a lóra, vágtázni kezdett. Sári és Misi együtt játszott. Maszat unatkozott. Gyere velem, Hóc-Hóc! De Hóc-Hóc a fejét rázta. Nincs kedvem veled játszani, Maszat. Miért? Én vagyok a leggyorsabb. Azért, mert csúnyán bántál Sárival. Maszat odament a többiekhez. Vajon ők sem fognak vele játszani? De Misi már dobta is neki a labdát. Sári újra felült a motorra. Maszat integetett. Utána együtt hintáztak. Felszállunk az égig, kiabálták. Maszat a leggyorsabb, örvendezett Hóc-Hóc.